Hezitálás, kitolás
illet helyzetben, egy eseménynek a közepén, elveszítjük a hitünket, a bizodalmat, megrendül a meggyőződésünk, és azt gondoljuk, hogy most bennünket az Úr Jézus Krisztus nem fog megsegíteni, és ezért aztán kénytelenek vagyunk a maga esze után, a magunk erejéből, és mert az kevésnek találjuk, ezért engedni a kísértésnek, engedni a gonosznak, engedni az indulatnak. Azt gondoljuk, hogy egy kicsit átadjuk magunkat, de nem meggyőződésből, nem nagyon, hanem csak azért, hogy éppen abból a szorításból szabaduljunk, az, ami jó is teszünk. Napokban hallottam, mégpedig egy református püspöknek a szájából, a TV adásból, és megmondom, hogy megdöbbentem azon, amit mondott, még majd föl kell dolgozzam magamban. Azt mondta az illető, ha tekerjen néven neveztem, hogy ki volt az, hogy nem tesz mindig jót az igazságnak a kimondása, mert megbántatjuk vele az embertársainkat. Ez egy nagyon érdekes gondolat, csak lehet, hogy van benne részigazság is, nem tudom, de sajnos attól tartok, hogy éppen előbb újban, vagy ezzel takarózva hazudunk nagyon sokszor, mert mint hogy kimondjuk az igazságot, és ugye ezzel megbántjuk a másik embert, akkor inkább hazudunk, és azzal lépünk tovább. De miért kell az igazságot bárki megbántani? Miért olyan ez a világ, hogy ha igazat mondunk, akkor kitörik a nyakunkat? Hol hallottuk mi bármikor az Úr Jézus Krisztus egyetlen félszóval hamisságot mondott? Hol látjuk azt, hogy elhallgatja az igazságot a másik ember, hogy igaz az, hogy ő úgy el tudja mondani az igazságot,
írva kijelentették ezt már, jeles államférfiak, politikusok, vagy mások, és próbálták valóban úgy mozgatni a tömegeket, a világot, hogy így gondolkozzanak, hogy aki nincsen előnünk, az hallgatólagosan bennünk van. Tessék megnézni egy választás alkalmával. Szerte a világ, nem csak itt nálunk az országban, a környékünkön, mindig a szavazóknak egy-egy
Mert ő az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké.